Karcagon rendszeresen szoktak lenni fórumok, a mai nap is egy ilyen eseményre kerül sor. Örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és majd egy kis technikai kérésem lenne, hogy onnan hátulról tessenek bátran előre jönni, itt van még jó néhány szabad szék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Gulyás Gergely urat, a frakcióvezető urat, a mai napunk előadóját. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Favekas Sándor miniszter urat. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Sándor urat, Jászonykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, a jelöltünket. Tisztelt jelenlévők, a sajtótájékoztató megvolt, a kérdéseket a sajtó munkatársai feltették, nyilvánvalóan sok érdekesség hangzott el ott is, de nagy érdeklődéssel várjuk a délután, az est folyamán a további híradásokat, a hazai és külföldi eseményekről szóló beszámolókat, elemzéseket. Én azt hiszem, hogy Kovács Sándor úrnak kell megadnom a szót. Ő kezdi elsőként, és ő szeretné köszönteni önöket. Eredményes fórumot kívánunk mindannyiunknak. Köszönöm a szót, polgármester úr, frakcióvezető úr, miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én csak először meg akarom erősíteni polgármester úrnak a mondani valóját. Van még néhány hely jelölt, tehát senki ne átcsorogjon, ne állja végig a fórumot, néhány ülőhely még van. Úgyhogy nyugodtan, bátran lehet előrébb jönni. Nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket, és nagyon örülök annak, hogy a Dériné díszterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Ez mutatja azt, hogy nem csak Karcag városa, nem csak a térség, hanem egész Magyarország és az egész Európa nagyon nagy döntés előtt áll. Magyarország április 8-án dönt arról, hogy milyen legyen a parlament összetétele, milyen legyen a kormány, de Európa több országában már parlamenti választások voltak, legutóbb Olaszországban, és azt lehet látni, hogy Európa fordulatot vesz. Európa megunta azt az úgynevezett liberális irányt, amelyet eddig követett, és az európai emberek fellázadnak. És sokan mondták, hogy a tavalyi év nem lesz a lázadás éve, de úgy tűnik, hogy a tavalyi és az idei év is a lázadás éve. És eljön az országgyűlési választás, és számot kell adnunk. Számot kell adnunk arról, hogy eddig mit tettünk, és ezután mit szeretnénk tenni. Nyílt lapokkal kell játszani, nem lehet mismásolni, nem lehet eltagadni azt, hogy mi a szándékunk Magyarországgal, mi a szándékunk Európával. A magyar kormány 4+4 éves munkáját pedig lehet értékelni. Belegondolunk abban, hogy van egy szó, amely talán az utóbbi másfél-két évben kiveszett a közbeszédből, amit nem használunk, amit mindennapi életünkben az elmúlt 20-30 évben mindennapi életünkben használtunk. Ez a szó a megszorítás. Ha belegondolunk, másfél-két éve nem használjuk ezt a szót. Másfél-két éve azért nem használjuk ezt a szót, és azért sikerült elfelejteni, mert a kormány nem megszorításokat, hanem a bővülés politikáját választotta. Azok a gazdasági eredmények beérnek és beértek, amelyeket 2010-ben ez a kormány megtett. Ha visszaemlékszünk 2010-ben, akkor azt mondták, hogy 2011-ben a költségvetés meg fog bukni az Orbán kormány, majd 12-re, majd 13-ra, és minden évben ezt mondták, és nem bukott meg az Orbán kormány gazdaságilag. Azok az eredmények, amelyek 2010-ben meglettek alapozva, ezek beértek. Beértek a 4% feletti gazdasági növekedésben, beértek a családok támogatásában, és most már nem azt kell mondani a nyugdíjasoknak, hogy hát idén egy kicsit rosszabb, de talán jövőre nem lesz annyira rossz, hanem azt tudjuk mondani a nyugdíjasoknak is, hogy növekszik a gazdaság, és azok az idősek, akik letették ennek a gazdaságnak az alapjait 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt, ők nekik részesülni kell ebből.
És ilyen én az én emlékezetemben nem volt. Amikor a bővülésből tudnak az idősek is kapni, tudnak a gyerekek, tudnak a gyermekes családok. Én azt mondom, hogy az elmúlt 8 év, 4 plusz 4 év gazdasági munkájára büszkék is lehetünk, főleg mi itt a környéken lehetünk büszkék, hiszen Varga Mihály miniszter úr csak a mi fiunk, és büszkék lehetünk az ő teljesítményére, de büszkék lehetünk a saját teljesítményünkre, mert ez a magyar emberek teljesítménye. És hogy mi lesz a jövő? Ez pontosan rajtunk múlik. Látjuk, hogy milyen jövője van Nyugat-Európának. Aki Nyugat-Európában elutazik, akár Brüsszelbe, akár Párizsba, látja Nyugat-Európa jövőjét. Amikor azt gondolták, hogy a gyermek az nem fontos, nem kell gyermeket vállalni, mert fárasztó, mert a gyermekkel probléma van, azok az országok a bevándorlókkal próbálják megoldani ezt a demográfiai helyzetet. És rossz döntés. És egy ilyen rossz döntés nem lehet, mint egy gazdasági rossz döntés néhány év alatt kijavítani. Mert van egy tékozló és rosszul döntő kormány gazdaságilag, ha jön egy jó kormány, mint amilyen az Orbán kormány, néhány év alatt ki tudja javítani. De a migrációs helyzetet rontjuk el, nem évtizedek, hanem évszázadok alatt nem fogjuk tudni eldönteni, és nem fogjuk tudni ezt a helyzetet javítani. Tehát Magyarországnak gyermekekre van szüksége, határozott kormányra, olyan kormányra, amely meg tudja védeni gazdaságilag és politikailag ezt az országot. Én azt gondolom, hogy akik itt ülnek, mindannyian tudják, hogy jelenleg Magyarországnak ilyen kormánya van, és április 8-án is olyan kormányt akarnak választani, amely meg tudja védeni az eredményeit, és meg tudja védeni ennek az országnak a jövőjét. Én várom Gulyás Gergely frakcióvezető urat, hiszen én már hallottam neki több előadását. Én azt gondolom, hogy ő a Fidesznek egy olyan politikusa, aki higgadt politizálással, az észérvekkel mindenkit meg tud győzni arról a kitűnő irányról, amelyet jelenleg a magyar kormány visz. És én bízom benne, hogy az ilyen fiatal szakemberekre lehet alapozni. Tisztán látja a világpolitikai összefüggéseket, tisztán látja Magyarország reális helyzetét, és biztos vagyok benne, hogy április 8-án komoly feladattal ő is részt fog venni országunk és nemzetünk megvédésében. Én át is adnám a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Igen, tisztelt miniszter úr, elnök úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Azzal tudom ezt viszonozni, hogy Kovács Sándor nehéz helyzetére emlékeztetek mindenkit. Nem azért, mert ne bíznánk maximálisan abban, hogy ebben a választókerületben, ugyanúgy, ahogy 1998 óta mindig, most is a Fidesz és a KDNP jelöltje fogja megnyerni a mandátumot. Ebben bízunk, ezért dolgozunk, ezt reméljük. De az ő terhe ennél nagyobb, hiszen akik itt az elmúlt 5 választáson nyertek, azokból mind miniszter lett. Tehát a feladat adott, hogy nem elég győzni, hanem a kormány tagjává is kell válni. És miután Karcagon sokan vannak, és Karcagról sokan jöttek Budapestre is, itt Varga Mihály miniszter úrra gondolok, akik jó tanáccsal tudnak szolgálni, és akik a legfontosabb tárcákat vezették az elmúlt 8 évben, úgy gondolom, hogy erre a feladatra nem csak személyben alkalmas, de még kiváló karcagi tanácsadókat is tud találni. Ami a választás illeti, itt van a dátum, jól látható április 8-a, holnaphoz 4 hétre választások lesznek Magyarországon, és a 4 hét múlva elkövetkező választás a következő 4 évre meghatározza az ország sorsát, de egyetértek Kovács Sándor elnök úrral abban, hogy sok olyan kérdés van, és ebből nyilván a legfontosabb, de csak az egyik a migráció, ami nem csupán 4 évre határozza meg az ország sorsát, hanem hosszabb időre is meghatározhatja. Ne felejtsük azt el, hogy 2002-ben, amikor a Fidesz elvesztette a választásokat, akkor sokan azt gondolták, hogy nem jár majd ez tragikus következményekkel, hiszen az akkor lényegesen jobb erőben lévő, lényegesen kormányképesebbnek tűnő ellenzék azt mondta, hogy ő mindent folytatni fog, csak még jobban fogja csinálni.
És ne felejtsük el, hogy 6,5 év telt el, és az ország államcsődbe jutott. 6,5 év után csak és kizárólag azért lehetett nyugdíjakat fizetni, azért lehetett közalkalmazotti béreket fizetni, mert hitelt kaptunk olyan feltételekkel, amilyenekkel akkor tudtunk kapni az IMF-től és az Európai Uniótól. Hogyha ez nem így lett volna, akkor Magyarország 6,5 év szocialista liberális kormányzása után államcsődbe került volna. És 2010-ben ilyen helyzetben kezdtük meg a kormányzást, 2010-et követő másfél évben az országot az fenyegette, hogyha a költségvetésben nem lehet egyensúlyt teremteni, hogyha az államadósságot nem tudjuk csökkenteni, hogyha a gazdasági növekedést nem vagyunk képesek újra beindítani, akkor Magyarország az Európai Uniós forrásoktól, pályázati lehetőségektől is elesik. Az elmúlt 8 év egyik nagy eredménye, hogy ma akár ellenzékből is bárki úgy tud ígéreteket megfogalmazni, hogy azt még a lehető leghazugabb kampány mellett sem tudja egyetlen egy ellenzéki párt sem vitássá tenni, hogy ennek az országnak ma erős a gazdasága, soha a rendszerváltozás óta annyian nem dolgoztak Magyarországon, mint most. 2010-hez képest 740 ezer emberrel többen dolgoznak. Itt a választókerületi adatokat is néztem, 12% volt a munkanélküliség, és most 6% alatt van itt a választókerületben is a munkanélküliség. Gondoljunk bele, hogy mennyi embernek jelentett munkalehetőséget az a gazdaságpolitika, amelyet a kormány az elmúlt 8 évben folytatott. És ne felejtsük el azt sem, hogy bár sokan azt mondják, hogy a közmunkaprogramot azt az új munkahelyekből számából le kell vonni, amivel mi messze menőkig nem értünk egyet, hozzáteszem, ha valaki meg akarja tenni, megteheti, a 740 ezer új munkahelyből ma kb. 140 ezer a közmunkahely, de pont a közmunkaprogram keretében álláshoz jutottak közül vannak nagyon sokan, akik évek vagy évtizedek óta nem dolgoztak már korábban, nem jutottak munkalehetőséghez, és az, hogy újra az állami program keretében nagyon szerény jövedelemmel, de a segély több mint 2,5-szereséért munkalehetőséget biztosított számukra, az a rendes munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségét is megadta mára, hiszen ne felejtsük el, volt olyan év 2013-ban, 2014-ben, amikor több mint 200 ezeren vettek részt a közmunkaprogramban, és ma már csak 140 ezeren vesznek részt benne, mert a piaci munka, mert a piac is képes volt az ő munkaerejüket alkalmazni. Tehát ez a program is sikeres, ebből látszik, hogy sikerült azoknak is segíteni, akik a legelesettebbek voltak, hogyha hajlandóak voltak dolgozni. És azt se felejtsük el, amikor ezt a kormányt minden alap nélkül szegényellenességgel vádolják, hogy mi voltunk azok, akik 88%-kal emeltük az elmúlt 2 kormányzati ciklus időszakában a minimálbért, és a garantált bérminimumot pedig több mint 2-szeresére emeltük. Akik a legalacsonyabb, legrosszabb jövedelmeket keresték, azoknak 88%-kal, vagy hogyha bármilyen szakmájuk van, akkor pedig több mint 2-szeresére emelkedett a fizetése. Ezt azért lehetett megtenni, mert az ország gazdasága stabil lábakon áll. Az elmúlt évben az Európai Unió 28 tagállamából, még most az Egyesült Királyságot is ide számolva, Magyarország a gazdasági növekedésével a második volt. 4% fölötti gazdasági növekedés, és a második legjobb eredmény a 28 tagállam közül. Azt is látjuk, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott, azt is látjuk, hogy ma hitelhez jutni lényegesen alacsonyabb kamatokkal lehet, mint bármikor korábban lehetett, és az pedig, hogy 4% alatt van a munkanélküliség, az szintén szép reményekre jogosítja az országot. És ha belegondolunk, hogy már a legnehezebb időben, 2010 után, a csődhelyzethez időben még közel, a kormány rögtön egy olyan családpolitikai intézkedés sorozatba kezdett bele, amelynek köszönhetően ma Magyarország arányosan, a GDP arányosan, tehát az állam által megtermelt összjövedelem arányában a legtöbb pénzt, a legnagyobb arányban fordít pénzt a családtámogatásra. Sehol Európában ennyi pénzt nem fordítanak családtámogatásra. A csókrendszere, a házassági adókedvezmény, a családi adórendszer kialakítása, ez egy olyan rendszert alkot, ami nem csupán kijelöli a polgári kormánynak a társadalompolitikai elképzeléseit, hanem eredményekre is vezetett, hiszen hogyha a demográfiai adatokat nézzük,
akkor még 200 emberre 124 gyermek jutott, 124 gyermek született 2010-ben, ez ma 150 gyerekre emelkedett. Még mindig nem tudja a társadalom fenntartani önmagát, de az biztos, hogy egy komoly előrelépés, biztos, hogy egy tiszteletre méltó eredmény ezt 8 év alatt elérni, és ezt kell tovább folytatni. És azt is látjuk, és azt se felejtsük el, hogy a kormánynak a nemzetpolitikája is megkísérelte begyógyítani azokat a sebeket, amelyeket 8 év szocialista, liberális kormányzása ejtett a nemzeti összetartozáson. Gondolok itt különösen a 2004. december 5-i gyalázatos kormányzati népszavazási kampányra, és gondolok arra, hogy az az állampolgársági törvénymódosítás, ami lehetővé tette a kettős állampolgárság megszerzését a határon túlélő magyarok számára, azzal mára több mint 1 millióan éltek. 1 millió olyan ember van, akinek majdnem 100 év elteltével újra örömet okozhat az, hogy közjogi kötelék is fűzi az anyaországhoz, a saját anyaországához, és azok a támogatások, amelyeket biztosítunk, lehetővé teszik, hogy a határon túli magyarság is megmaradjon. Tehát van a kormánynak világos gazdaságpolitikája, világos társadalompolitikája és világos nemzetpolitikája. Természetes, hogy egy választási kampány utolsó hetei minden demokráciában hiszterizáltak, és egy olyan ellenzék, amely ha már kormányzott, akkor semmilyen kormányzati eredményt nem tud felmutatni az általuk előidézett csődhelyzettől eltekintve, ha pedig még nem kormányzott, akkor még ők maguk is őszinte pillanataikban tudják, hogy alkalmatlanok lennének az ország vezetésére. Egy ilyen ellenzéknek nincs más esélye, mint hogy hiszterizálja a közvéleményt. Amelyek olyan hírekkel találkozunk az elmúlt napokban, amelyek vagy teljes egészében valótlanok, vagy pedig néhány esetben a valóság olyan eltorzításáról van szó, ami már nem ad vissza semmit a valódi történésekből. Ez fog még történni a következő 4 hétben. És nyilvánvaló, hogy az emberek nem csupán tények, hanem érzelmek alapján is szavaznak. Ez valószínűleg a mi szavazóink jelentős részével is így van. De mégis azt nem szabad szem előtt téveszteni, és hogyha ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal van mód és az ő részükről hajlandóság a beszélgetésre, akkor mindenkinek érdemes a figyelmébe idézni, hogy azok az eredmények nem feltétlenül adottak, és nem feltétlenül őrizhetőek meg. Akik ma velünk szemben állnak, azok még saját maguk is bevallják, hogy ha esetleg a mi kormányalakításunkat meg tudnák akadályozni, ők akkor sem lennének képesek kormányozni. Az április 8-ai választás tétje az az, hogy Magyarország ezekre az eredményekre alapozva tudja-e folytatni a felzárkózást Nyugat-Európa jóléti társadalmaihoz a jólét tekintetében, vagy pedig egy olyan instabilitás alakul ki az országban, egy olyan kormányozhatatlan helyzet áll elő, aminek már rövid távon is súlyos következményei lehetnek. Ezért a tét óriási, és azoknak is fel kell erre hívni a figyelmét, akik ezt nem így látják. Tudjuk, hogy ami jó, azt sokszor adottnak tekintjük, ami rossz, azzal elégedetlenek vagyunk, ez maximálisan érthető is, de akkor, amikor arról döntünk, hogy kik kormányozzák az országot az előttünk álló 4 évben, akkor mindenféleképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy kormányzás alatt ki mit tett, illetve kitől mi várható. Ha belegondolunk abba, hogy ma a velünk szemben álló politikai pártok közül nincs olyan, akinek olyan kormányzati múltja lenne, amire akár saját jelenlegi vezetőik büszkén hivatkoznának, akkor ez jól mutatja, hogy milyen veszélyekkel járhat, hogyha a jelenlegi kormánytöbbség nem tud április követően kormányt alakítani. Ezt csak azért mondom, mert sokan gondolják úgy, hogy a választást könnyedén megnyerjük. És természetesen utólag visszatekintve, hogy értékeljük, hogy ez így volt-e vagy sem. És az is igaz, hogy az elmúlt hetekben, ha volt is ezzel kapcsolatosan némi bizonytalanság, ma is a közvélemény kutatások és a közvélemény formáló vélemények jelentős része ezt állítja. De ezt nem szabad elhinni, minden választásnak óriási tétje van, és minden választás nyitott. Ezért a polgári jobb-közép-keresztjén nemzeti tábornak mindig is az volt a nagy erénye, hogy nem feltétlenül volt szükség médiabeli támogatásra ahhoz, hogy a saját üzeneteinket eljuttassuk azokhoz, akik hajlandóak voltak ránk szavazni. Ezért a
előttünk álló 4 hétben az a tiszteletteljes kérésem, hogyha szabad nekem ilyet megfogalmazni, hogy mindenki a saját ismeretségi körében, barátok között, rokonok között ezt a tétet tegye egyértelművé, és aki nem eleve elutasító, akivel van értelme beszélgetni közös ügyeinkről, akár országosan, országos értelemben vett közös ügyeinkről, ezt próbáljuk meg meggyőzni, hogy vegyen részt a választáson, és szavazzon bizalmat a jelenlegi kormánykoalíció pártjainak. Ami pedig az eredmények megőrzését és fenntarthatóságát illeti, sokszor elmondtuk, hogy szerintünk az elmúlt 8 év kormányzati teljesítménye az önmagában helytáll a saját teljesítményünkért, és erre tekintettel is jó szívvel kérhetnénk a választópolgárok bizalmát. De az elmúlt 3 évnek a migrációs válsága az még nagyobb jelentőséget ad a mostani választásoknak. Mielőtt bárki elfogadná azt az ellenzéki és a sajtó egy részétől gyakran hallható értelmezést, hogy nekünk mi a migrációról akarunk beszélni, és másról nem vagyunk hajlandóak beszélni. Eddig a migrációról nem is beszéltem, és egyébként még egyszer mondom, az ország jelenlegi helyzetéről, az elmúlt 8 év kormányzati eredményeiről is nagyon szívesen beszélünk. De a helyzet az az, hogy az elmúlt 2-3 évben Európában volt számtalan választás. És alig, ha lehet bennünket azzal alappal megvádolni, hogy mi meg tudnánk határozni a német, a cseh, a lengyel, az osztrák, vagy a holland belpolitikának a történéseit. És az említett országok mindegyikében a legfontosabb kérdés a bevándorlás kérdése volt, ahogy múlt vasárnap az olaszországi választások során is. Egész egyszerűen Európa egy olyan új kihívással szembesül, amellyel hosszú ideje ilyen mértékben nem találta magát szembe, és ahol a rossz döntés az valóban nem visszafordítható, hanem végleges és akár végzetes is lehet. Azt is látjuk, hogy ma az európai politikában a valóság kimondását e tekintetben rasszizmusnak és intoleranciának minősítik. Ami minden alapot nélkülöz, hiszen minden kultúrát és minden vallást tisztelünk, csak úgy gondoljuk, hogy ha lehet, akkor mindenkinek a saját szülőföldjén és hazájában kell boldogulnia. És ehhez a magyar kormány segítséget is ad. Mi nem vagyunk irgalmatlanok, akiknek lehetett és tudtunk segíteni Irakban és számtalan olyan országban, köztük Törökországban, ahol több millió menekült torlódott fel, ott mi anyagi segítséget adtunk. De sokszor elmondtuk, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. És a magyar kormánynak továbbra is az a határozott álláspontja, hogy egyetlen egy bevándorlót sem vagyunk hajlandóak befogadni. Az az álláspontunk, hogy az Európai Unió kötelezettségként állapítja meg a külső határ védelmét ellátó tagállamokra nézve, hogy senkit ne engedjen be illegálisan Európába. A sokat emlegetett Schengeni egyezménynek az a lényege, hogy a külső határvédelem közös kötelezettség, mert hogyha ennek egy állam nem tesz eleget, akkor a belső mozgás és utazási szabadság fog összeomlani. Ezt látjuk most, ezért vezettek be az osztrákok is, a németek is, bizonyos területeken a franciák is ideiglenes határvédelmet, mert attól tartanak, hogy a saját országukba özönlenek azok a migránsok, akik egyébként Európába jutottak, Európa határait, akár Olaszországban, akár korábban délről elérték. Tehát, hogyha meg akarjuk őrizni az Európai Uniónak ezt a vívmányát, akkor a külső határvédelem kulcsfontosságú. Ezért volt fontos, hogy Magyarország akkor is, amikor az Európai Unió vezetése és a legnagyobb Európai Uniós tagállamok vezetése a korlátlan és illegális bevándorlást ünnepelte, világossá tette azt, hogy mi megvédjük a külső határokat, és Magyarországra senki nem léphet be illegálisan. Mindenki gondoljon abba bele, hogy ha az elmúlt 4 évben nem a jelenlegi kormány lett volna hatalmon, nem Orbán Viktor lett volna a miniszterelnök, akkor vajon egy szocialista, liberális kormány, vagy egy ma már identitásában teljesen beazonosíthatatlan Jobbik vezetési kormány mit tett volna? Akkor ma Magyarország ugyanolyan helyzetben lenne, mint amilyen helyzetben számtalan nyugat-európai ország került, és azt sem mondhatjuk most már, hogy majd mindenki tovább megy nyugat felé, mert az osztrákok és a németek is lezárják a határokat, tehát ha mi nem védjük meg a saját határainkat, akkor mindenki itt marad nálunk. Ezért ennek a kérdésnek a jelentősége a biztonság szempontjából, Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú, és erre föl kell hívni mindenkinek a figyelmét, mert hogyha a következő kormány változtat a migrációs politikán, akkor olyan eseményekkel fogunk szembesülni, mint amelyeket nap mint nap láthatunk Nyugat-Európa nagyvárosaiban, és amelyek
amelyeknek bemutatását ugyan divat rasszizmusként bélyegezni, de valójában ez csak egy olyan helyzetleírás, ami minden értékítélettől mentes. Tehát azt tudom összefoglalva mondani, hogy minden a mi rendszerváltozás utáni tragédiánk, hogy joggal mondhattuk szinte az összes választásról, hogy sorsdöntő választás, és nem azért, mert az éppen előttünk álló választás tétjét akartuk növelni, hanem mert voltak olyan sorskérdések, amelyek megoldatlansága esetén az ország sokkal rosszabb helyzetbe kerül. És azt is tudjuk, hogy amikor rosszul dőlt el egy ilyen választás, az milyen következményekkel járt. Magyarország legalább egy évtizedet vesztett el a 2002-es választási vereséggel. Most egy fordulós a választás, tehát nincs lehetőség a második fordulóban javítani. Azt is tudjuk, hogy döntő jelentősége van az egyéni körzeteknek. Az egyéni választókerületekben kell megszerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget, és ezért kulcsfontosságú, hogy a Fidesz lista mellett itt Karcagon és a választókerületben mindenki Kovács Sándor közgyűlési elnök urat támogassa. Arra kérek mindenkit, őt egyébként hosszabb ideje ismerve, hogy szavazzon neki személyesen bizalmat, és szavazzon bizalmat a kormánypártoknak, és az a kérésem mindenkihez, hogy aki ennek a választásnak a jelentőségét átlátja, az biztasson másokat is arra, hogy tegyenek így. Nagyon fontos az, hogy világos felhatalmazást kapjunk, a cél egyértelmű, minden ezzel ellentétes állítás ellenére nekünk egy világos célunk van, mi szeretnénk kormányt alakítani. Akkor tudunk kormányt alakítani, hogyha az általunk megfelezett létszámú, most már 199 fős parlamentben legalább 100 mandátummal a kormánypártok rendelkeznek. Legalább 100 mandátumhoz az egyéni körzetek többségében nyerni kell, és ezért van szükség, hogy azokban a körzetekben, amelyeket egyébként is jó okkal, hosszú ideje és hálával úgy tartunk számon, hogy a polgári nemzeti keresztjén oldal támogatói élnek itt nagy többségben, azok a saját aktivitásukat is mutassák meg. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a győzelem mértékesen mindegy. Minden szavazat számít, a győzelemhez már nem szükséges szavazatok az országos listát erősítik. Tehát minden egyes szavazat hasznosulni fog, vagy győzelmet eredményez, vagy ha ezen túlmutat, akkor pedig az országos listán mandátumokat hoz. Úgyhogy az az utolsó és záró mondatom, megköszönve egyébként azt az óriási érdeklődést, ami 8 év kormányzati munka után is azt tükrözi, hogy milyen erős a polgári konzervatív tábor, és hogy Karcagon ez a támogatottság nem csappant. Még egyszer az a kérdésem, a következő 4 hétben a fennmaradó, megmaradó szabadidőből mindenki néhány negyed órát, fél órát, akár órát közös ügyünk érdekében áldozzon a választásokra, és hogyha így lesz, akkor április 8-án itt Karcagon és az ország egészében is megelégedetten vehetjük azt majd figyelembe, hogy nem tökéletes, természetesen nem volt tökéletes az elmúlt 4 vagy 8 év kormányzása, de összességében mégis a választópolgárok többségének bizalmát az elért eredményekre tekintettel alappal érdemelte ki. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit a mai lakossági fórumon. Köszöntöm frakcióvezető urat, és nagyon örülök annak, hogy megosztotta velünk gondolatait. Tessék nyugodtan kérdezni attól, hogy most én átvettem a szót, semmi akadály annak, hogyha akár a belpolitikával, a külpolitikával, a magyarság előtt álló fontos döntése összefüggésben van felvetés vagy kérdés, tessék, az nyugodtan elhangozhat. Tessék parancsolni. Tessék! Mi fideszes aktivisták, akik járjuk a házakat, megyünk, beszélünk az emberekkel, gyűjtjük az aláírást, próbálunk kapcsolatot tartani azokkal a választópolgárokkal, akikre számítunk a választási időszakában. Elmondják a véleményüket, elmondják azt is, és én soha, sehol nem hallottam azt, hogy jaj, de szeretnénk bevándorló ország lenni. Ilyet nem hallottam sehol, viszont olyat hallottam, hogy szeretnénk azt, hogyha ez a kormány, a Orbán Viktor miniszterelnök úr megvédni az országot, lehetne egy olyan stabil,
kiegyensúlyozott életbe élni, hogy ne kelljen a családnak, ne kelljen a gyereknek félni. Most, ahogy elmondok egy esetet, nekem a részem a Széchenyi sugárúton van egészen ki a déli külváros részék, és az egyik családnál ugye bekiabáltam, mert ugye nem jöttek ki, rossz időt fogtunk ki, esett az eső, hó esett, minden, tehát nem egy legjobb időben végeztük ezt a feladatot, és hát bekiabáltam, hogy jöttem aláírás gyűjteni. És mondták, hogy nem jönnek ki, menjek el. Mondom nekik, hogy hát mondom, ismeritek a Kovács Sándor képviselőjelölt urat? Hát nem. Mondom, akkor jöjjönnek már, közt hadd mutassam meg, mert itt a fényképen állam, és mondom, legalább ismerjék már meg. Kijöttek, megmutattam, mondom neki, hogy ő az a fiatalember, aki a Fidesz kereszténydemokrata néppárt országgyűlési képviselőjelöltje, ő az, aki meg fog tenni mindenkértünk, és hát megmondom őszintén, hogy három háznál így nyertem aláírást. Hogy aki kijött, mondtam neki, hogy írja már alá, egyszer már kijött, aláírták. Tehát mindent el kell követni, és azt hiszem, hogy mi aktivisták elkövetünk mindent annak érdekében, hogy minél több aláírást tudjunk gyűjteni. Nem volt könnyű, el kell mondani őszintén, hogy nem volt könnyű, mert elég sok helyen vagy nem jöttek ki, vagy akármi. Tehát volt egy kis gond is vele, de azért javarészében 60-80%-os arányban, tehát meg tudtuk ezt oldani, ezt a feladatot. Mi az, amit szeretnék elmondani? Azt, hogy ma Magyarországon van egy erős, stabil kormány, és ezt az emberektől hallom vissza, akiknél voltam. Van egy erős, stabil kormány. Van egy erős, stabil miniszterelnökünk, Orbán Viktor, aki nagyon-nagyon sokat tett az emberekért, sokat tett a családokért. Van egy jó gazdasági vezetőnk, ugye, Varga Mihály úr, aki nagyon-nagyon sokat tett azért karcagi lévén, hogy nekünk, én 10 éve vagyok nyugdíjas, nyugdíjasoknak is jobb legyen az életünk. Ezért csak köszönet jár mindazoknak, akik ennek az ügyébe tettek. Én arra kérek mindenkit, minden karcagit, és ezt úgy nagyjából el szoktam mondani, hogy ha valaki azt szeretné, hogy nyugodt, stabil, kiegyensúlyozott élete lehessen, ha nyugalmat és biztonságot akar, akkor szavazzon Kovács Sándor jelölt úrra, és szavazzon a Fidesz keresztény demokrata néppártra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Tessék nyugodtan, hogyha akár vélemény, akár kérdés van, tessenek elmondani, és utána a frakcióvezető úr fog majd reflektálni. Én is szeretnék majd néhány gondotot elmondani. Tessék parancsolni! Mindig van néhány kérdés, mindig nehéz ilyenkor az elején az első kérdező. Nekem lenne kérdésem egyébként a frakcióvezető úr felé. A parlamentből nagyon sok küzdelemben részt vett, és a körzetben van két országgyűlési képviselő is, aki megméretteti magát. Az egyik az Lukács László György, a második Sarlai Róbert Benedek, hogy miképpen ítéli még az ő parlamenti ténykedésüket. Őszintén szól, itt a körzetben nyomokba se lehető fel a tevékenységük. És van további jelentkezés is, tessék. Tessék. Összegyűjtjük a kérdéseket. Négy alkalom volt már arra, hogy kampányoltam, tehát mikrofonnal természetesen, és kompaktívban este volt, aki bicskával, pisztolyon jött utánam, de még mindig itt vagyok, és most arra kérném a elnököt, hogy honnan lehet szeretni olyat, hogy ez a szabadság szólás van, hogy az ember joga védelmezze, hogy egy írást, hogy én a kampányolok a mikrofonnal a faluba, a községbe, hogy ne legyen probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék, további kérdés, jelentkezés van-e még? Tessék. Frakcióvezetőről akkor átadom a szót, tessék. A mi politikai közösségünknek egy nagyon fontos erénye, hogy mi közvetlen kapcsolatot tartunk a választópolgárokkal. Ráadásul ezt egyáltalán nem korlátozzuk azokra, akikről azt feltételezzük, akár egy kisebb faluban, akár egy városban, hogy szimpatizálnak velünk, hanem mindenkihez megpróbálunk eljutni, és ha van is néhány esetben, amit utolsó kérdező említett,
barátságtalan fogadtatás, akkor is a személyes tapasztalatok többsége arról szól, hogy az emberek, ha esetleg nem értenek egyet mindenben a kormány döntéseivel, akkor is szívesen beszélgetnek az ország ügyeiről. És ha valaki az elmúlt hetekben látta, hogy önmagukat rendkívül komolyan vevő pártoknak milyen rendkívüli nehézséget jelentett 500 aláírás összegyűjtése, akkor mi arra különösen büszkék lehetünk, hogy mi a választókerületekben ennek nagyon-nagyon sokszorosát tudjuk összegyűjteni, és mindeközben ez nem csupán azt jelenti, hogy vannak, akik támogatják a Fidesz politikáját, hanem azt is, hogy még azokkal is van mód közvetlen kapcsolattartásra, beszélgetésre, akik más politikai véleményen vannak és más támogatnak. Tehát ez a fajta nyitottság, politikai párbeszéd, ez egyébként a politikai kultúrának is jót tesz, és miután Magyarországon amúgy is a pártok közötti szekértábor harc az erős, gyakorlatilag a rendszerváltozás óta mindig erős volt, és ez nem gyengült, hanem erősödik, az árkok nem kevésbé lettek mélyek, hanem csak elmélyültek. Ezért aztán különösen fontos, hogy ilyesfajta közvetlen kapcsolattartásra és utána visszajelzésekre van mód. Úgyhogy azt se tekintsük szerintem elherdált energiának, amikor olyas valakivel beszélgetünk, aki nem ír alá, vagy akár kritikát fogalmaz meg. Egyrészt ő is megismerhet egy másik látásmódot, egy az övével ellentétes véleményt, és legyünk őszinték, itt a önök hitelességi ereje az mindig nagyobb lesz, mint azoké, akik hivatalban vannak országgyűlési képviselőként, miniszterként, mert ott a választópolgár, még ha a legjobb véleménnyel van a kormányról, akkor is azt feltételezi, hogy na de hát ő neki az az érdeke, hogy ezt mondja, ezért ülött, ezért van ott. De azoknál, akik lelkesedésből, meggyőződésből a kormány támogatása miatt vesznek részt az aláírásgyűjtésben, ott ezt senki nem feltételezheti, ott két olyan vélemény találkozik, még hogyha azok ellentétesek is, amelyeknek a hitelessége az megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy mindenkinek szeretném azt megköszönni, a jelenlévők nagy többsége, tudom, hogy ebbe a körbe tartozik, hogy az elmúlt hetekben aktívan vettek részt, ráadásul rendkívül rossz időjárási körülmények mellett az aláírásgyűjtésben. És azt remélem, hogy ahogy az úr összefoglalta, a többség végső soron mégis azt fogja mérlegelni és méltányolni, hogy milyen kormányzati eredmény áll az elmúlt években a jelenlegi kormánypártok mögött. A miniszter úr itt konkrét jelölteket is említett, akik itt indulnak, és valóban a parlamentből ismerjük őket, hiszen egyik a Jobbik frakció tagja, a másikuk pedig az LMP frakció tagja. Az LMP frakció tagjával, Salai Róbert Benedekkel azért foglalkoznék csak rövidebben, mert ő saját maga számára kijelölte az esélyeit, amikor is azt mondta, hogy a következő országgyűlésben már nem kíván képviselő lenni. Ezt nem tudom úgy értelmezni, hogy győzelemre tör. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ő is azzal számol, hogy ebben a választókerületben nem ő nyer, úgyhogy ezért még annyi, azt is megengedem magamnak, hogy azt mondjam, hogy a mai LMP-ben, a Schiffer András utáni LMP-ben Salai Róbert Benedek azok közé tartozik, akikkel lehet beszélni. A Jobbikos jelöltről kevesebb jót tudok mondani, mert az ő nevét leginkább egészségügyi vállalkozásokkal kapcsolatosan hallhattuk, és azok az ügyek se voltak mindig tiszták. Ugyanakkor a választókerület ügyeiben, érdekében én megszólalni nem hallottam, és ahogy miniszter említette, hogy itt se sokat látták, tehát ilyen értelemben, ha jól értem, akkor ő a Jobbik egészségügyi politikájának a megjelenítője, de azok az egészségügyi vállalkozások, amelyekben korábban tulajdonrészsel vagy érdekeltséggel rendelkezett, azok nem jelentenek számára jó ajánlást ezen a szakterületen sem. Tehát ha itt minden országos ügytől eltekintve csak a jelöltek személyét nézzük, akkor sem lehet azt vitatni, hogy Kovács Sándornak van olyan helyismerete, ami őt teszi a jelöltek közül egyértelműen méltóvá arra, hogy az országgyűlésben képviselje a körzetet. És az utolsó felvetés, egyrészt szintén szeretnék köszönetet mondani a aláírásgyűjtéssel kapcsolatos áldozatos munkáért. Ha jól tudom, akkor ugye az aláírásgyűjtés során egy ilyen igazoló kártyát mindenki kap, hogy a Fidesz nevében gyűjthet aláírást. Hogy ez mennyi védettséget jelent, biztos van, ahol nem jelent elegendő védettséget, de azt nagyon remélem, hogy akár ilyen esetekben párosával is lehet kopogtatni, és akkor az, hogy ketten vannak jelen, az már valamilyen védettséget jelent.
jelent, és egyébként pedig minden a mi politikai közösségünk az erőszakot mindig elutasította, és mindig azt mondtuk, hogy bármilyen éles véleménykülönbségek lehetnek köztünk, de ez az erőszakos fellépésre senkivel szemben nem szabad, hogy lehetőséget adjon. A diktatúra borzalmas időszakán lassan 3 évtizede túl vagyunk, azóta örüljünk annak, hogy még hülyeségeket is el lehet nyugodtan mondani. Ha belegondolunk, akkor az például a demokrácia sajátja, hogy néhányan naponta elmondhatják, hogy szerintük diktatúra van, de a szólásszabadság az ilyen, hogy hülyeségeket is nyugodtan el lehet mondani. Tehát szerintem néhány olyan valóban agresszivitással együttjáró esettől eltekintve, amiről országosan is hallhattunk, érdemes és fontos azokkal is beszélgetni, akik esetleg másként látják Magyarország jelenét, hát hogyha egy-egy ilyen beszélgetés hatására már a jövőt azonosan tudjuk elképzelni. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, van-e további kérdés, hozzászólás? Nem nagyon látok jelentkezést. Köszönöm Gulyás Gergelynek azt, hogy válaszolt a kérdésekre. Fiatal, tehetséges politikusnak tartom, egy megfontolt politikusnak, aki mindig választékosan és igazán körültekintően beszél. Itt az érintett képviselőkről is, hogy is mondjam, egy olyan képet rajzolt, amelyet én azért szeretnék majd árnyalni néhány részletet illetően. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogyha nincsen további kérdés, akkor először talán azt szeretném jelezni, hogy lesz egy következő alkalom itt Karcagon, a Nagykun polgári körben, március 22-én a mezőgazdaságban elért munkáról, elvégzett munkáról szeretnék tájékoztatást adni önöknek, illetve valamennyi kedves résztvevőnek, aki eljön majd arra az alkalomra, sőt a körzetben több gazdafórum is szervezés alatt van, így lesz Túrkevén, Fegyverneken, gazdafórum Tiszafüreden már volt, és Kunhegyesen is, ha minden jól megy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, választási kampány van, látszik az, hogy itt a megmérettetés előtt állunk. Biztos vagyok abban, hogy Kovács Sándor egy olyan jelölt, akit érdemes támogatni, valamennyien ismerjük. 2 cikluson keresztül 8 éven át a megyei közgyűlés elnöke, azelőtt alelnöke volt, a karcagi önkormányzatban is több nyertes választást követően dolgozott itt családjával, 3 gyermekével a városban, részt vesz a közéletben, azokban a munkákban, amelyek nélkül nem lehet fejlődni, hiszen jó néhány olyan pályázat volt az elmúlt években, mind Karcagon, mind megyei szinten, körzetben is, ahol a közgyűlésnek az aktív közreműködése, hozzájárulása szükséges volt. És hogyha ezek közül egy párat kiemelek, akkor elég a közvetben megvalósult csatorna, vízi közmű beruházásokra gondolni. Itt Karcagon például olyan közlekedésfejlesztésekre, mint a vasúti fővonalnak a megújítása, vasútállomás, peronrendszer kiépítése, ipari parki fejlesztések, ahol 2 cég települt meg, körforgalom, aluljáró, szintén ebbe a körbe tartozik. Most épül a rendőrkapitányság, pár évvel ezelőtt megújult a strandfürdő, óvoda és iskola felújítások is voltak itt, az önkormányzat, az egyházi fenntartók, illetve az állami közreműködés az szintén mutatja azt, hogy olyan feladatok ezek, ahol összefogásra van szükség, amelyekért dolgozni kell. És hogyha megnézzük azt, hogy itt kik indulnak, hát Lukács László György a Jobbiknak a jelöltje, őt támogatja egyébként Sallai Róbert Benedek is az LMP részéről, tehát itt vannak ilyen hibrid összefogások vagy koalíciók, ez fotóval is dokumentált, készszorítással is megerősített egyesség a LMP. Úgy látszik nálunk úgy más az LMP, vagy úgy lehet más az LMP-s politika, hogy pontosan olyan, mint a Jobbiké. Ez akár gratulálhatunk is. Lukács László Györgyről, aki a közelmúltban jelent meg egy szórólappal. Én úgy emlékeztem, hogy a választás az április 8-án van, és még nem hirdettek eredményt. Nem tudom, jól emlékszem-e, vagy valamit eltévesztettem, lemaradtam-e valamiről, mert dr. Lukács László Györgynek a szórólapján az van, hogy a győztesek jelöltje. Tehát most akkor nem tudom, hogy itt már valakik tudják előre az eredményt, esetleg nem küzdenek ilyen szerénységi problémákkal, hogy meg kellene várni, hogy önök és a többi, mint egy 80 000 szavazó, hogy dönt ebben a körzetben, vagy mi akarna ez lenni.
Jó lenne, hogy erre valaki választ adna. Üdvözlöm a Hír TV tisztelt tudósítóját is. Örülök annak, hogy a színpadon is megnyilvánul itt, és egyenként fölvesz minden résztvevőt. Üdvözlöm azért is őket, mert eddig még minden nyilatkozatomat sikerült meghamisítani az elmúlt néhány hétben. Gondolom, hogy ezen dolgoznak most is. További jó munkát kívánok, és élvezzék a karcagi vendégszeretetet. Élvezzék, és visszavárjuk Önöket majd ebbe a városba később is. Igen, tessék kérem szépen mindenkit egyenként fölvenni, akár kétszer, háromszor is, lelkesen, nyugodtan, jól finanszírozva Simicska Lajos által. És azt is szeretném kérni, hogy amit most elmondok, azt természetesen vágatlanul adják majd adásba. Tehát visszatérve dr. Lukács László Györgyre, hát ő a győzteseknek a jelöltje. Demokrácia van, többes jelölés van, nyugodtan. Az emberek majd el fogják dönteni azt, hogy tényleg ki a győztes, ki az, aki jelölt, és ki az, aki nyer. Szerintem előre inni a medve bőrére, az a Jobbiknál lehet, hogy megy, de nálunk semmiképpen nem szabad. Már csak azért sem, mert Lukács László ugye nem először indul itt ebben a körzetben. Például egyéni önkormányzati választáson is indult, Molnár Pál képviselőtársunk legyőzte magas meggyőző fölönnyel annak idején Lukács László Györgyet, akit gratulálunk hozzá. Ezt követően elindult a parlamenti választáson, a parlamenti választáson és a eredménye országosan is az egyik legszerényebb volt, és mégis parlamenti képviselő lett egy listás helyről. Az, hogy ő a körzetben dolgozott vagy sem, nyilván Önök tudják megítélni, őneki elég kritikus megfogalmazásai vannak másokkal szemben, hát akkor nézzük meg az ő munkáját úgy dióhéjban. Hogy mit végzett Lukács László György ebben a körzetben. Nem kell egy órás előadás hozzá egyébként, még azt is mondta nekem egy barátom, hogy semmit nem végzett. Mert nem lehet látni rendezvényeken, mint ellenzéki képviselő szervezhetne mondjuk munkahelyteremtő beruházásokat, ahhoz nem kell kormánypártinak lenni, hogy valaki cégeket hozzon ide, üzletemberklubot hozzon létre, az interneten keressen befektetőket, ügyvédként ingatlan ügyekbe tudnak közvetíteni, hogyha ide jön egy cég, akkor vegyen a körzetben mondjuk telkeket és arra építsen. Ennek nyomát sem lehet egyébként látni. Parlamenti hozzászólásokon kívül 4 év tiszteletdíj és idő keretét felhasználva Lukács László György valami keveset tudott itt felmutatni. Illetve, hogyha vannak ellenpéldák, én örömmel fogadom azokat a következő alkalmon, én szívesen felsorolom, hogyha megkapom azt, hogy Lukács László György ténylegesen milyen munkát végzett. De igazságtalan vagyok, tisztelt hölgyeim és uraim, és ilyenkor az ember jó, hogyha korrigálja mindazt, amit elmondott. Úgy látom, a hírtévések már itt őrségváltásba is kezdtek. Tessék nyugodtan visszajönni, hogy le ne maradjon a kedves úr. De hát én igazságtalan vagyok Lukács László Györggyel szemben, mert igenis, dolgozott ő a körzetben. Azt nem mondom, hogy a körzetért, de a körzetben dolgozott, mert legutóbb almát osztottak ilyen véletlenszerűen, sőt volt, hogy nehéz helyzetben lévő családokat megsegítettek ananásszal is. Én ezt egyébként elfogadom, tényleg, biztos, hogy erre van leginkább szükségük. Egy kicsit választási kampány íze van ennek, hogy nem 4 éven keresztül, hanem teljesen véletlenül itt az utolsó néhány hónapban történt mindez, de ez is egy olyan munka, ami nem haszontalan. Volt egy műsoros rendezvény is, és ezáltal színesítette a helyi kulturális életet. Azon kívül túl sok rendezvényen nem lehetett látni. De tényleg nem akarok igazságtalan lenni, mert a legfontosabb dolgot a Jobbik egészségpolitikusának a ténykedéséből, sőt elnézést, vezető egészségpolitikusának a ténykedéséből szeretném kiemelni. Dolgozott ő a körzetben, tisztelt hölgyeim és uraim. Lukács László György, akiről most tudtam meg, hogy a vezető egészségpolitikus a Jobbikban, nem tudom akkor milyenek lehetnek a többiek. Akiket ő vezet. Mert egy vezető valakiket vezet. Hát ő nem a Jobbik egészségpolitikusait vezette éveken keresztül, hanem családi vállalkozáson keresztül magyar orvosokat exportált külföldre, pénzért. Nem is keveset. Vannak adatok, a családi vállalkozás néhány évvel ezelőtt 61 orvos vitt ki külföldre, 62 orvos írországi elhelyezését oldottuk meg 2012 első felében. És ehhez képest ő, mint a Jobbik vezető egészségpolitikusa, nem tudom a többiekkel együtt még hány orvost vittek ki, gyengítve ezzel a magyar orvosi ellátást, egészségügyi ellátást, hogy akkor ehhez képest, hogy ők ezeket az orvosokat kivitték, még támadja ráadásul a kormányt azért, hogy nem jó az egészségügy és kevés az orvos. Szerintem ez azért mindenen túlmegy. Tehát miközben abból pénzel valaki,
hogy gyengíti a szakemberellátást az egészségügyben, a Kacéi Kórházban is még elégedetlenséget szít és támad azért, hogy azt a kárt, amit ő okoz, nem tudja elég gyorsan az állam pótolni. Nem tudja azt a kárt a magyar állam megoldani. Vannak olyan pályázatok, vannak olyan támogatások, amelyekkel sikerült elérni, hogy a körzetben lassanként az összes üres háziorvosi állás betöltése megtörténik. A kórházban is sikerül biztosítani azt, hogy a megfelelő szakemberek az önök egészségéért dolgozzanak. Ezért dolgozunk, nem kis erőfeszítéssel. De azért van valaki, aki a Jobbik vezető egészségpolitikusaként pont az ellenkezőjét csinálja ennek. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, úgy tessenek a többi választót, akik nincsenek itt a teremben tájékoztatni, meg a Hír TV és a többi televízión keresztül, remélem ezt sokan látják, hogy úgy látszik, hogy a Jobbiknak az az egészségügyi politikája Magyarországon, hogy az orvosokat elviszi külföldre, a magyar emberek elől. Kérhetik a cáfolat számokkal, nevekkel, adatokkal. Itt az van leírva, itt a Jobbik vezető egészségpolitikusa, itt van az, hogy 62 orvos vittek el csak 2012 első felében annak idején. Most már Lukács László Györgyebben igaza van frakcióvezető úrnak, hogy már nem tagja ennek a cégnek. Hát lehet, hogy csendes társ, lehet, hogy támogató, vagy most már esetleg megtért, hát akkor tessék visszahozni az orvosokat. Kérjük az adatokat, pontosan hány orvost, hány ápolót, mennyi pénzért, hány éven keresztül, évenként milyen bontásban vitt ki Magyarországról ez az ember, és akik vele együtt dolgoznak. És a Jobbik ez mit szól? Vona Gábor mit szól ez? Remélem, hogy a következő szórólapon, ami még biztos meg fog érkezni, ezekkel az adatokkal majd szembesülhetünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, szerintem ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni az elkövetkező választáson, ezt mindenképpen szükséges tisztázni itt Karcagon is. Hiszen nagyon nagy a tét. Nagyon nagy a tét, mert Magyarország 2010 után rendkívül válságos helyzetben talpra tudott állni. Az önök bizalmának köszönhetően, az ország lakosságának a kiállásának köszönhetően egy kétharmados kormánytöbbség tudott fölállni, az alapvető törvényeket, alaptörvényt például, alkotmányt sikerült elfogadni, föltörvényt, egyáltalán azt a normarendszer, ami a magyar emberek életeinek a kereteit szabályozza. Megindult egy gazdasági talpraállás is. A mezőgazdaság, a magyar vidék is magához tért, növekedik a termelés, egyre több munkahely van, 700 ezernél több új munkahely jött létre. A mezőgazdaságban 70 ezer új munkahely. Emelkedtek a jövedelmek, a bérek, a munkanélküliség az visszaszorult, és emelkedtek a nyugdíjak és más ellátások is. Lakásépítési programok indultak be, fejlesztési programok indultak be, és ha már az egészségügyről van szó, akkor a Karcagi Kórház egy jó példa arra, hogy minden elemében megújult. Új gépek, berendezések, műtők, diagnosztikai felszerelések vannak. Tehát egy ilyen irányba indultunk most el, és fontos, hogy ez az irány ne törjön meg, hogy a fejlődések a lendülete az ne változzon. És miközben Magyarország fejlődni akar, jobban szeretnénk élni, az is fontos, hogy ezt együtt tudjuk megvédeni, és hogy ne kelljen bevándorlókkal egy vegyes társadalmú országá válnia a mi hazánknak. Ezért is a választásnak a legfontosabb tétje az, hogy ebben a körzetben Kovács Sándor nyerjen, aki a Fidesz-KDNP jelöltje, aki itt él, önökért dolgozik, és aki azt a miniszterelnököt tudja erősíteni, Orbán Viktor, aki kiemelkedő államférfiúként megvédte az érdekeinket Brüsszelben is, határon túl, és minden olyan fórumon, ahol erre szükség volt, és aki ezeket a fejlődési irányokat kijelölte, és ezek mentén tudunk mi magyarok előrébb lépni. A határon túlnyúló nemzetegyesítésben éppen úgy, mint idehaza a közös dolgainknak a rendezésében. És ezért nem szabad az, hogy a Jobbikos jelölt, aki itt ilyen zavaros elképzelésekkel akar az egészségügyben valamit csinálni, és aki még nem bizonyított itt sehol semmit sem, nem szabad, hogy ő nyerjen ezen a választáson. És a hozzá hasonló vagy még gyengébb jelöltek. Tehát csak a Fidesz, tisztelt hölgyeim és uraim. Én arra kérem önöket, hogy támogassák Kovács Sándort, támogassák a Fidesz-KDNP-t, és mondják el mindenkinek, aki most nincs itt jelen a teremben, hogy ez az a párt, ez az a pártszövetség, amely a magyar emberek érdekeit képviseli, és amely kiáll azért, hogy Magyarország a magyarok országa maradjon, hogy a mi hazánk az olyan legyen, amilyennek mi azt szeretjük, amilyennek megszoktuk. Ez a választás tétje, tisztelt hölgyeim és uraim. Kérem, hogy támogassák Kovács Sándort. Hajrá Karcag, hajrá Fidesz, hajrá Magyarország! Köszönöm szépen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az urak azt kérték, hogy zárjam le ezt a rendezvényt, azért még egy pillanatra, miután szólásszabadság van ebben az országban, hagyj kanyarodjak vissza Lukács László jelölt úrra. Rajtam kívül néhány környékbeli település polgármestere jelen van. Én nem tudom, hogy őket az elmúlt ciklus bármelyik pillanatában megkereste Lukács László, mint országgyűlési képviselő, hogy szeretne valamiben segíteni a településnek, mert engem egyszer sem. Tanítványom volt 4 éven keresztül, bátran oda jöhetett volna. Országgyűlési képviselőnek azt hiszem, hogy kutya kötelessége is a körzetben lévő településeket megkeresni és megkérdezni, hogy miben tud segíteni. Eddig semmiben nem segített. Meg se kérdezte. Szerintem a többieket sem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszönöm meg Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak a ismertetését, a tájékoztatóját, miniszter úrnak a megszokott lendületes beszédét, irányvonalát, és Kovács Sándor úrnak is természetesen. Nagyon-nagyon sok sikert kívánva neki a választásokhoz. Tessenek támogatni, ismerjük, tudjuk, hogy mire képes, nagyon-nagyon sokat tett már eddig is a városért, a megyéért, ő a megfelelő jelölt, az X-et oda kell húzni a neve mellé. Köszönöm, hogy eltetszettek fogadni a meghívásunkat, köszönöm az uraknak a beszámolóikat. Én is csak azt tudom mondani, hogy hajrá Magyarország, hajrá Karcag, hajrá Fidesz, nagyon szép estét kívánok. Köszönöm, hogy eltetszettek jönni.